Üdvözlöm Önöket! És héten, itten látható egy határ, hol van buza, egyéb más takarmány, növények. Lehet látni távolból a külvárost. Most is, mint mindig, az a fontos, hogy nem szabad tévét nézni. Nem tévét nézni, hanem multimédiás tartalmakat. Filmeket, sorozatokat, egyéb más mozgó képeket. Mert mind-mind károsak. Ez egyik dolog. Másik dolog, rossz a napi életétel minőség. Meg is mondom, miért? Átlagban vannak olyanok, nagyobb részben 80-90-80%, aki napi rutinos munkát ledolgozza, aztán a szükségleteit elvégzi, vagy inkább még rosszabbik esetben elmegy kocsmázni, részeseskedik, sört iszik, alkoholt, egyéb más káros szereket. A fű az nem számít károsnak, a fű az egyen az egészséggel. Ez ellen nehezen lehet tenni, mert az egyén, ahogyan létrejön, minden vacak szokásra rá van szoktatva. És egyszerűen az emberi agy nem tudja, nehezen tudja megváltoztatni, ami be lett nevelve kisebb korba. Leggyorsabban fejlődik az agy 0-tól 4 éves korig. Kb. Akkor legtöbb fejlesztés van rajta, és akkor sikerül a káros szokásokra gyermeket rászoktatni, az ugyanúgy fog egész végig csinálni mindent. És egyszerűen nem törődik semmi mással, hisz a másikban, a másik állítja azt, annak úgy kell lennie. Ez nagyon rémes helyzet. Erre a szülők is tehetnek maga a gyermeket. Úgy kell nevelni. Nem kell neki megadni semmilyen örömöt sem. Mert főleg nem azt ad, ha valamit megcsinál, egy feladatot, jutalmat kap. Úgy önállóan kell gondolkoznia. Nem úgy, hogy megcsinál valamit, jutalomból kap akármit. És ez ugyanez megmarad benne egész életében. Elkezd dolgozni, és akkor mi van? Megcsinálja a feladatot, kap érte pénzt. Itt, ahol vagyok, Szerbiába, vagy Topolyán, legalacsonyabb a fizetés. Az átlag a 28 ezer dinár, a minimum a 25 ezer dinár. Nem azon van, hogy több pénzt keressen, hanem megvan az átlag, díj. Elég az ennivalóra, lakásra, valami lekant 100 éves házban lakik, és mi történik tovább? Ez mind-mind az oktatási rendszer. Tehát róla, meg a szülők, akik a saját gyermeküket képesek elnyomni, úgy nevelni, hogy az óvónénire kell hallgatnia. Ez is felháborító dolog. Minthogy, rá van szoktatva. Amit előbb is a legfontosabbra, soha sem kell a maga
gyermek kell feladatot végrehajtani, aztán jutalmat kapjon. És azt hinni, hogy ezzel törődnek vele. Ez nagyon nagy tévedés. Az a tévedés, hogy a gyermekkel törődni kell. Mint a gyermekkel fölösleges törődni. Mert akkor egyszerűen arra is rá szokik, hogy van ez a cégek, motiválják, vagy kitrakják a nevét, ha minél több. Bár legyárt, és ez neki örömet ad. Ez egy, ez annyira felháborító már, ez undorító dolog. Most komolyan, azért dolgozol többet, hogy kirakják a nevedet egy kibaszott táblára, és ami rá van írva neved. Mind-mind ez a hatalmi szervezetnek a műve. Megbecsülik az embereket. Szóval, becsül, hogy megbecsülik, és ő jutalomból jobban dolgozik. Most komolyan. És ez miatt kell mások is jobban dolgoznia, mert vannak egy pár, aki ki akar tűnni a tömegből. Az nem kitűnés az, hogy többet termesz, az a maga gyávaságnak a jele. Netán, ha normál dolg is gondolkozna. Elkezdene gondolkozni azon, hogy az alap órát, alaptermelést soha se nem szabad túllépni. Azért, ha egy valaki túllépi, akkor a másikak is képtelenek rajta változtatni, hogy ott maradhassanak. Egyszerűbb szerintem az egyént jól elzavarni a többinek, mint hogy a többi alkalmazkodjon ahhoz, hogy egy hülye miatt többet kelljen dolgoznia. De nem, de jön a többi. Júj, kirakták a nevemet, hogy egy darabba többet termeltem. Egy eszközzel, hogy egy nagyon fontos ember lettem. És én tudom azt, hogy ha ő is képes rá, akkor én is képes vagyok rá. Így tudom, tudom. Ez ugyanaz, hogy valaki vesz egy iPhone telefont, nekem is iPhone kell. Ez ugyanarra logikára van képülve. Ilyesmi ellen. Nem szabad bedőlni, védekezni kell állni. Úgyhogy mindig vannak olyan feladatok. Pénzszerzés lehetőség. Nem lehetőség. Biztos azon, de nagyobb a kockázat. Jó van. Nem pedig egy sima munkást, a főnököt, aki elméletileg sima. Nincs neki benne semmi plusz. Se nem ért semmihöz. Olyan, mint te. De akiben van több, azok nem ott tartanak, hogy munkásokat dolgozhatnak. Azok külön hatalmi szerveket irányítanak. Szutyomban. Mitől is ne. Több tudományos tény is bebizonyította, hogy vannak ilyen, akiknek van paranormális képességük. Hogy itt maradnak, meg is halnak, közöttük maradnak. És újabb gazda testet szednek, és tovább. De egyszer elkezdtek, azt, hogy be akarják fejezni. Nem pedig egy munkásokat dolgoztatni. Hát, az ilyesmi több orvos, tudomány, szeptikusok is bebizonyították, hogy ilyesmik vannak. Nem kitalált dolgok, nem a szülemények. És az a baj, hogy az emberi agy, az átlagos emberi agy annyira rosszul korrigál. Ha nem tudja megkülönböztetni, mi a valós, mi nem a valós. Ez azért megy nagyon nehezen, mert túl sok virtuális filmet néz. Régebben jobban meg tudták különböztetni, mert nem volt tévé. Láss a mozgóképet. És már rögtön, hogy láttak valami furcsaságot, jobban reagált a szem. De így vannak a mozgóképek. Így már is. Nem annyira reagál az agy se. Ha valami furcsaságot lát, egyszerűen bekeveredik. A kép elhomályosodik. Régebben jobban ki
élesíted az agyban, hogy valami nem stimmel. Ottan. De most már nem. Ez a sok virtuális képek átveri az embernek a szemét. Mind-mind károsak. Ez ellen úgy lehet tenni. Megfogják, és megfogadják magunknak, ha le tudnak szokni. Egyszerűen lehet szokni, csak akarni kell. Én is próbálok leszokni a filmnézeketésről. Valahogyan nem megy. Egyszerűen az agyam megszokta azt, hogy mozgóképet kell néznem. És ez mind-mind a rossz nevelésnek a következménye, hogy egyszerűen este is nézek filmeket, próbálnak leszokni róla, de nem megy. Nem annyi, de mégiscsak nézegetek másokat, mások itt a videóban, amiről tudom, hogy semmi hasznom sem nem lesz. Tele van reklámokkal, YouTube-on is. Jó drága szállítógép alkatrészek, elhívás, márkás telefonok. És ezt nézem. Mind-mind ez a rossz nevelésnek a következménye. Ha jól lettem, volna megnevelve. Hiába próbálok leszokni, de nem megy nekem az már. Azért nem megy, mert ez olyan folyamat, ami melyik kb. Amit már 10-20, kb. 20 év óta aktívan nézem a tévét. Egyszerűen az agybak fele ment a születelményből, hogy ez alap dolog, hogy én nekem virtuális mozgóképeket kell nézni. Erről nehéz leszokni. Nagyon. Hát valamikor leszokok róla? Ilyesmikről. Azt el lehet gondolkozni, hogy mit is lehet tenni. Minél több pénzt szerezni. Mit is lehet tenni, hogy minél több pénz legyen. Mindig a pénz a legfontosabb. Lehet a szolidővel vadászni. Itt van ilyen vadászklub. Máli Beograd. Egyéb más. Minden. Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok.